Hát, hello! Szia! Na, megint itt vagyok, itt ez a fene. Épp főzök, de már olyan melegen van, most a klímát nem akarom bekapcsolni, mert most idegesít. Most a klímát nem akarom bekapcsolni. Mit főzök? Mondja, tudod, itt a kupi közepén, mert még mindig nem vagyok rendben. Tehát még mindig van, aminek nincs helye, de ne is törődj vele, majd meg lesz. Mondd ki, tudod, tárkonyos csirkeraguleves, de csirkeszájból csinálom, meg a káposztás tésztát, a kukoricatésztát már kifőztem, Lejlának tettem külön, mert ő mákkal fog élni, pocukros mákkal, úgyhogy ja, érik a paradicsom. Szóval ez van. Most gondoltam, iszok egy kávét, már le is főztem. Ott van drágaságom. Most hát nem kávét, kapucsinót. Aztán Lejla még alszik, pedig már 3:11 van. Ragnarok erről elment, mert a házhoz még, mert az utolsó simításnak a fűnyírásból van még egy kicsit hátra, le van festve az egész ház, vagy ki van festve, el vannak valamelyik a pelgőt telték a lukakat, lefestettek mindent is, rend van, szekrények kitörölve, kimosva, gyönyörű csillivildé a ház, szebb, mint ahogy volt, mert mi úgy kaptuk, hogy nem volt kifestve, de a szerződésben ugye benne van, hogy ki kell festeni, ami nem probléma, csak mondom. Úgyhogy, hát ez van. Na jó van. Nos, én el is készültem az ebéddel. Nem tudom, mennyi a fény, remélem elég. És nem tudom, láttátok-e, Tesco-ba vettük ezt a bevásárlós videóba, ezt a Vegafölt. Én a tárkonyos csirkeragú levest egy kis kölesliszttel és Vegafölre készült habarással még el fogom rottyantani, mert ez úgy lesz az igazi, és nagyon féltem tőle, hogy ez is olyan savanyú lesz, mint ami az a másik fajta, de nem! Gyerekek, ennek kajak tejfölíze van. Nagyon-nagyon jó, hogy hát sajnos 700 forint körül, vagy hogy van egy ilyen doboz, ritkán használunk, de ezt fogom venni. Hú! Na most én ezt nagyon boldogság van. Ez lángosom is szerintem tökéletes lesz. Ez teljesen tejföl, ízű tejföl. Mint a tejből lenne, de nem. Jó, de jó. Örökké boldogság van. Hát én ennek nagyon örülök. Megfőztem a káposztás tészta is kész van. Ott van. Aztán Lejlának külön raktam. De hát ezt már szerintem mutattam is. Na gyorsan megcsinálom a habarást. Aztán megy tovább a napom. Aztán jöttek a férfiak. Megetetem őket. Hello. És Geri leszett a termést, oda nézzél, zöldbab, cukkini, minden is van, ha nézzük. Hol lett a nagy cukkini? Ja, itt a kaprom. Csak most pont nincs fagyasztóm, ugye? Csak az a picike. De mely két napon belül meg kell jönni a fagyasztónak, nem? Szóval, ide nézzél, cukkini. Hát sajnos még a többi az nem túl nagy, azt mondják, úgyhogy ez már nem a miénk lesz. Egy bébike, de jó lesz ez. Egy kis cukkin is valaminek, és ennyi zöldbab volt most, amit le tudtak szedni. Jó, hát ez ebből lesz egy pár leves, kettő minimum, vagy három. Mondjad csak. Hát szerintem hétfőket, mokszertáig meg kell jönni a hűtőnek. Ja. Na, már szedek neked levest, akkor én most lerakom, de ennek a kapornak olyan illata van, gyerekek. Mikor van? Na. Meggyilkultam őket, felvágtam, megmostam, megszárítottam, feldaraboltam a zöldbabot, hát ennyi lett első körben, a kaprot is leszettem, majd mindjárt felaprítom, fagyasztani fogom, ezeket sem dobom el, kizacskózom, különben kovászos uborkának jó lesz. Hát de nem, az üvegbe bedugni, az íze az ott van, hát, ja. De a cukkinimre nagyon büszke vagyok. Ó, szép! És olyan sok lenne. Na, de hát ez van. Szétvágtam az ujjamat, és hát nem vágtam szét, mert ugye nem deszkán vágtam a babot, meg nem törtem, hanem így a kezembe így pipi. De kis harci sérülés megéri. Be kell ezt dugni a pincébe a fagyasztónkat, mert ott van lent a mi ládánk, a árufagyasztó. Na, kis utózönge a egy kondivor. Ja. Na, jó van. Zacskózok, szerintem. Na, milyen kis szexi csomagokat csináltam. Tasakoltam. Így rakom el a kaprot. Egy adag
és akkor egy kettő, ezt megy a fagyókába. Kaporról igen jó kis emlékeim vannak, laktunk egy ilyen lepukkant házon még nagyon régen, tele volt az egész kaporra. És kiküldtem, tökfőzeléket csináltam éppen, és kiküldtem Ragnárt, hogy szedjem már gyorsan kaprot, mert nem hagyom ott már a főzelék, vagy a konyhát. És akkor kiment, és Istenem, nem jön, még mindig nem jön. Oké, levettem a tűzhelyről a főznivalót, kimegyek, oda kiáltok neki az ajtóból a kert felé, hogy na miért nem jössz már, hát mi van? És áll a kapor közepén, ami már kb. A nem tudom meddig ért, tehát érdeig biztos, meg volt még magasabb is, és néz széjjel, hogy is mondtad? Hol a büdös picsában kiba ott kapor? Nem látta a kaprot ott, nem ismerte fel, igaz? Igen. Én azóta is ezzel rögök, bármilyen kapor közelébe kerülök, hogy az, mondta a szentséget, hol a büdös jó, hogy nem találta a kaprot, és ott állt benne, tehát, de szinte az egész kert, tehát szétszorva mindenfelé kapor volt, és ő nem találta a kaprot. De hát ilyen ez az ilyen. Nos, megérkezett a... Mi ez? Hüttőgép! Hát azt mondták, 30 méterig hosszatják, úgyhogy de még a lépcső belefér. Ó, van ez 30 méter. Itt van. Oeg. Az is. Jó, hogy te kartonban van. Senki nem kartonban van. Nem? Megveszik ész nekem. Micsoda? Ne veszik ész nekem. Nehogy is. Itt van ez a takarócsik, amit oda kell ragasztani. A szereléskor, addig rajta is vagyunk. Ja, oldala ez is fedőfehér? Tessék? Oldala ez is fedőfehér? Ez ilyen fém színű az egész. Ja. Na jó, én belőle jövök akkor. Jó van. Behozzátok, hogy itt szépen megyek teljesen. Csak izért, nem tudjuk csúsztatni. Igen, és akkor mi van? Semmi. Mind csúsztattátok, amikor ki? Törölköző. Mindent megtörölköző. Hát akkor megtörölközőt hozzak. Ahol léci. Macskára figyeljetek, mert itt kóvája van, megszik. Most oda van. Ez most melyik oldala? Az az eleje. Nem csak tudom. Ja, értem. Tehát az... Aha. Ennyi mennek. Oké. Miért vizes ennek az alja? Itt tiszta víz alatta. Tessék. Miért vizes itt? Most Gergely felvette ezt a... Ez tiszta? Fel lett mosva is valószínű, hogy azért... Ó, ragd maga oldalra. Messzi! Kifele!
Kicsica! Menekülj! 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 Nem szabad szökni! Hol van a cica? Hol a kis csizmás kandúr? Nem, 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 menekülj! Menekülj! Oda menekülj! Itt a halad, addig halasszunk, jó? Gyere! Lexi, Maxi. Maxi kink vagy? Királylány. Hát egy kicsit most immun is lettél, ez a Jack kedvence. Te MS szereted, nem? Ja, nem, azt a madzagusat, most nem tudom, hol van. Ott egy hal. Kapd el a halat. Ó, oh, rád érd meg a halat. Ide teszem. Úgy. Ütőt hoznak fel, kell megijedni, játssz a halacskával addig. Megeszed a halat? Megeszed a halat? Jaj, de finom! Jaj, de finom! Kivi színű? Nem is kivi. Kiszlip a zöld. Régen így mondtuk. Na, szóval meg is jöttek a hűtővel. Hát szép lesz belerakni, azt én nem tudom, hogy fogják csinálni. Bár ahogy kivették, úgy berakják. Mi? Sértetlen a hűtő? Sértetlen. Jó van, ez csak teljesen hossz. Sértetlen. Dűrve, meddig nem szabad bedugni, mit mondtam? Semmit. Ezek aztán az emberek, jó, sebb, hány száz ezer forint volt ez a kis semmi? 300 valamennyi. 300 valahány ezer forint, én lebaszták volna oda az ajtó elé, és akkor ugye mi van a papíron, hogy 30 méterig el kell hozzák, ja. És ez hány méter körülbelül ahonnan hozták? Hát talán itt ez egy 15-20 méter. Nem jöttek be a kocsiba? Nem, mert ott a rengeteg kuka. Ja, olyan sok nem tudod. 8 kuka a kirakva vagy. Aha. Úgyhogy ennyi. Igen, és akkor még kifogtak, hogy fel kell hozni. Ja, az egyik legalábbis. Igen. Ufogott. Annó nekünk még be is üzemelték, emlékszel a Luxiba azért? A mosógépet is amit vettük. Ja, ja, ja. Mondjuk azt az izénél vettük a... Birinél. A Birinél, na ott a legjobb. Azok ott fel is hozza, fel is teszi. És nem kérnek érte plusz pénzt. Benne volt az árba. Benne volt az árba, így van. Na jó. Jó munkát. Köszi. Na, nézzünk bele a hűtőbe. Mi se tudom nyitni. Ez nem, ja. Másik oldalról fog nyílni az ajtó. Meg kell cserélni az ajtaját. De nem beszéltik, és ezt meg lehet? Elméletileg. Na faszom. Itt van a zsanér, úgyhogy meg lehet. De miért nem figyelt arra, hogy honnan nyílót vegyen? Tök mindegy, mert egyik innen nyílik, másik onnan. Ezt nem lehet választani. Dehogy nem. Mondom, hogy nem. Át lehet cserélni az ajtónyitást. Hát akkor jó munkát, fiúk. Köszönjük. Mi van itt minden is? Be van ragasztva. Jó, jó, hagyjad, hagyjad. Az már jó. Hát erre kívánt. Hát én rángattam a jobb oldalt, aztán hívtam volna őket, hogy hát nem nyílik a hűtő. Fogja? Nem kell, majd mindenle akasztani róla, és akkor... kell kiszedni? Ja. És átrakni a másik oldalra, és akkor... Lefogja a Geri? Nem kell mindig mindent egyedül. Tudom. Biztonsági okokból. Jaj! Jó, most kell leemelni az ajtót. Gyere, bébé! Bébi vagyok? Hát bébikém vagy, bébikém kell. Igen. Hát az vagy. Az ajtónak a szélét. Jó. Ebből. Oké, vegyük le valahova. Hol van itt hely? Nem is nehéz. Az ajtó. Jaj, úgy, hogy nehogy eldőljön is az a műanyag, eltörni a máz elején. Jó, és akkor most jön a... Ezt kell majd ide átrakni, így. És akkor az megy rá. Jó. Oké. Most jön a hűtő.
pöcköt. Szuper. És akkor azt megy oda a pöcök. Mit kell kivenni? Ezt a pöcköt kell kivenni, oda át kell rakni, az alátéttel együtt, mert az már leesett. Igen. És akkor utána tehetjük vissza az ajtókat. Oké. Okay. Jó? De általában ezt nagyon sokan megcsinálják, mert ugye általában az emberek a jobb közösek balra nyitnak. Ja. És akkor mégis úgy fordítva vannak ezek az ajtók. Csak lehet, hogy kelleni fog nekem a villás kulcsa, pincében. Mert ez... Köszi. Nem biztos, hogy jó lesz a nyájbizg. Na szóval mi kellett hozzá? Egy tízes? Egy tízes kulcs. Ja, még jó, hogy volt tízes kulcsod. Mi van, akinek nincs tízes kulcsa? Az bekopog az összes szomszédnak, hogy megkérdezze, hogy nincs ez tízes kulcsa. Hogy az úgy csináltatja a beszerelést, nem? És pont honnan tudtad, hogy tízes kulcs kell, ha ránézted, azt láttad? Nem. Kipróbáltam ezzel a fejjel, csak ez nem ér le rá, mert itt van ez a... Aha. Akármi rajta is, nem ér oda hozzá. Értem. Szóval vegyetek tízes kulcsot, hogyha a hűtőajtógép, tehát ilyenfajta hűtőt tartok. Szerelni az ajtaját, mert anélkül nem fog menni. Anélkül nem működik a dolog. Jó vagy, ügyes fiú. De jó, hogy mindenhez is értesz. Komolyan. Hát csak képet kell tudni olvasni. Nem, ez Lego. Ez nekem nem. Én szakembert hívnék, ez a 20 ezerért érted, hogy az átszerelje az ajtót. Hát figyelj, bár nem hiszem. Nézném a YouTube videókat, és akkor elmenni, elszaladni a tízes kulcsot. Hol lehet tízes kulcsot venni? Hát gondolom a praktikerből biztos. De arra úgy külön-külön is lehet venni? De, ja, szerintem lehet, ja. Vagy, igen. Vagy készletbe. Szóval tízes kulcs kell hozzá. Ja. Ja, és én közben update-elek. A gázszerelőnk az eltűnt. Az fel lett hívva, hogy jöjjön, csinálja meg a problémát, ugye a 80-as csőre cserélje ki a 60-asat, hogy szabályos legyen meg minden. Hát ez eltűnt. Nem jött. Több napja nem jött. Igaz? Yeah. Eltűnő emberek vannak ott, kérem szépen. Tehát, ilyen, nem értem ezt a világot. Vakar meg a hátam közepét, mert ott a csip is van. Vagy most már ne várjunk. Hello, baby. Az ajtó. Meg. Tessék. Jaj, szuper. Alul is? Alul is. Jó van. Jó. Oké. Vakar már meg a hátamat, megcsipte valami? De úgy vakarjad, vakaróba. Vakarós? Jaj, középen, fejed. Jobbra. Ott. Ott a csípés. Köszönöm. Itt? Aha, rendbe kellett szetezzem. Na. Na hát akkor. Be kell állítatni az ajtókat is. De nem kell, fogjad. Most jön a izé, hogy nem fér be, de pont olyan a mérete. Húzom egy kicsit. Oké. Okay. Most van fogjunk két tolba. Ó, pont befér. Jó van. Nyilván. Hát jó, de azért na. Jó, most nem is toltuk egy kis szünetet. Várjál, csukd rá az ajtót. Nem csukom rá, mert így be kell állni. De nem azért, hanem hogy ez a zsanér, az nem jól van. De hogy nincs. Nem fogok mindig bezállni. Megy beljebb, nekünk beljebb kell lenni 2 centit. Értem. Ja jó, oké, szuper. Jó, akkor nyisd vissza, hogyha akarod. Nekem bele kell szólnom. Na most ezekkel még itt el kell játszani, az alsókkal is. Aha, meg itt van fönt is. És akkor utána, jön az utána jönnek ezek a izék, mert ide újat kell felrakni ez helyett. Van nem, másik. Jó, nem, ez kisebb. Adtak hozzá. Van, ott van minden, persze. Azt kell kicserélni, meg ide jön még az a matrica, vagy az a takaró bigyó. Lehet, hogy ezt már fel is kell volna rakni. Ja, ezek jönnek oda? Ja. Szép, minden marha az őtre megy. Nem lesz zöld, mert ez csak egy ilyen távtartó, az lejön róla. Mm. Tehát ez fehér lesz, csak az ideiglenesen rajta van. Ragnar úgy érzi, hogy készen van. Szerintem, nem tudom most melyik éned van jelen, mert folyamatosan beszélt magába, hogy ezt most így kell csinálni, azt most úgy, igaz? Most a bútorbeépítő énem, vagyis a tessék? Háztartási gépbeépítő énem. Bocsi, lehet, hogy zubogni fog a... Mert fúj a mikro, vagy mi ez? Klíma. Na, bútorbe, bocsáss meg, beleszóltam. Bútorbeépítő... Háztartási gépbeépítő énem van most. Na, a fejed is olyan. Nagyon ügyes vagy, büszke vagyok rád. Hát el lehetni ilyen hűtőberakó embernek. Simán. Jó pénzért. Ja. Hirdesd meg magadat. Simán beraktam. Szóval...
Szajok, fiúk, ha valaki szereti, hogy Ragnar beépítse a hűtőjét, szóljon, írjon kommentet, és akkor már fut is. Futikázok. Futikázol? Jó van. Hát ez is a kis agregény hűtők. Green zone. Zöld zóna. Akkor zöld kell tenni a zöldet. És a sárga. Tehát azt meg a sárga zónában, ami nincs. Jó van. Hát nagyon ügyesebb, biztos vagyok. Köszönöm szépen. Sikerült. Hát úgy látom, sikerült minden is. Két csavar maradt. Azt tedd be a zacsiba. Szokás szerint. Van még több is. Az a régié. Ja. Akkor azt bele kell tenni a hűtőbe. Ja. Össze kell tixózni, igaz? Uh-huh. Tehát akkor mi kellett a szereléséhez? 10-es kulcs? Kell. 8-as dugókulcs. 8-as? Bocsi, hangosabb van. Ja nem, 7-es dugókulcs, picike. Kell 10-es dugókulcs, szintén ez a 1/4-es csatlakozással. Igen. Kell Torx fej, ez nem tudom hányas. Biztos. Ragnar bemutatja. Effektív ennyi. Igen. Jó, mert ezek erre nem volt szükség. Meg idegrendszer. Természetesen. Egy ember meg tudja csinálni, vagy kettő kell? Meg tudja csinálni. De az ajtó leemelés, felrakás, be. Hát abban egy kis segítség kell, amikor meg kell fordítani az ajtónyitást, ahhoz kell még egy ember, hogy amikor leveszik az ajtót, hogy... Mondd el, milyen hűtő ez? Nem, hogy baj legyen. Egy AEG. Ez egy AEG. AEG, bocsi, én AEG. AEG, SCE, 818, E8, TS. Oké. Okay. És ez pontosan akkora, mint az előző volt, csak azt már nem gyártják. Igen. Csak egy kicsit máshol vannak a... Megmutatom. Azt kellett átszerelni. Ezek a régi csúszkák, ezek meg az újak. Aha. Ezt kellett átrakni. Hát már ezt rakhatták volna ugyanoda, és akkor nem kellett volna, de végülis... Régit nem veszem le, mert akkor itt marad a csavarnak a lyukja. Jaj, nem. Lukja, úgyhogy az csúlya lesz. Jó van. Bár de... lehet ilyen fehér izéval ragasztani. Ó, megint ez a megoldás. Én ezt nem... Ezt nem. Dupla polcos? Igen, de ez a, ha ide teszed, szóval ez annak sem sok értelmet van neki. Jó, hát neki. Azt a zöldet is légy szívek felmert, vagy felveszem, ott van kettő, mert a cica bekapja. Ja, a cica bekapja. Na jó, van, csukjuk be, még nem kapcsoljuk be, még egy picit várni kell vele, mert a gáz menjen a helyére. Ja, úgyhogy ennyi maradt. Nagyon ügyes vagy. Ügyes! Halleluja! Olyan jó, hogy te téged kitanított, mert hogy nem apád, az biztos. Nem tudom, nekem ez így jön. Mert apád csak el fog kitozni. Próbálom értelmezni a... használ utasítást, és belevágok. Bátor vagy. Előhívod valamelyik énedet. Igen, és vagy sikerül, vagy nem, de általában szokott sikerülni. Így van. Elsőre. Ügyes vagy. Találtam egy kukucskáló cukiságot itt. Szia, babám, itt vagy. Így be vagy göndörödve. Ott, hol a feje rá, nem is látszol. Ki vagy be? Ki baba vagy? A mama kicsi fia vagy, igaz? Ki papa? 3 gyerekem van, nem 4, mert Ragnar is az. Néha. Igaz? Jó van, aludjál. Jó éjszakát. Kérdezték, volt kérdés kommentben, hogy miért olyan szép a bőre az uramnak. Hát erre most ő meg fogja válaszolni. Mindig meg akarom kérdezni, aztán mindig elfelejtem, és most mondtam neki, hogy jöjjön ide, mert kérdezni akarok valamit. Hát miért szép a bőröd? Hát az a helyzet, hogy semmit nem csinálok a bőrömmel. Havonta egyszer fogok egy tenitonikos pamacsot és áttörlöm a fejemet, ennyi. Genetika, egyszerűen. Azt a kurva! Tökéletes vagyok, egyszerűen az a helyzet. Adjad már, az a válaszod. Hát jó, mi jó minőségű a bőrű, apukádnak is jó, szép bőre van. Ja, úgyhogy semmi. Szép. Semmi extra nincsen. Egyedül a szakállodat ápolod. Ja, ahhoz vannak cuccok, azokat szoktam ahhozzá, sampon, meg ilyen... Pampuc. Micsoda? Ilyen ápoló krém, ja, szakállápoló krém, azzal szoktam néha bekenni. De azóta jobb, sokkal a szakállad is, nem? Igen, nem áll, igen. Nem áll annyira szép. Puhább. Borotválkás után sem használok semmit, tehát semmi arcesz, semmi krém, semmi, abszolút. Azt sem szoktál? Már régen? Régen volt, de leszoktam. Nagyon régen. Leszoktam róla. Még 10 éve még láttam, ja, de már, ja. Már tényleg nem látom. Hát egyszer kaptam tőled egy ilyen... nem, egy ilyen... anti-age krémet, ami öregedés ellen van, igen. Ilyen L'Oreal-os férfi krémet, tudom, az is megromlott, mert nem használtam. Párszor kentem belőle, valamiért mindig hát ez már hány éve volt? Marha régen volt, de most dobtuk ki, amikor költöztünk. Hát ott volt a szekrénybe, vagy előtte. Ja, mert nem használod. Nem használtam azt se, úgyhogy... Lehet, ez a titka. Hát, de egyszerűen a genetika, mondom, meg a tökéletességemnek a ne továbbja. Csak. De az is az, hogy megint igen, megint le vagyok vizesző. Tökéletes csávó.
Ennyi. Némi hibára. Jó van. Szóval akkor megválaszoltuk a kérdést. Megválaszoltuk a kérdést szerintem. Ja, hát tényleg nem csinál semmit. Tényleg. Hát szerencsés a bőrött kiskorodban is ilyen volt ki a tinédzseren? Nem, egy darab pattanásom nem volt. Soha? Soha. Hát ilyen, néha ilyen apró, ilyen előjöttek ilyen bőr alatti cuccok, de ilyen, hogy ilyen rendes pattanás, semmi, abszolút. Jó, az étkezésed lehet, még, nem? De még tinédzser koromban se abszolút nem kellett ilyenek. Pedig távon mogyorót eszel, még azt mondják, hogy kiragyásodik az ember. De nekem akkor... attól simul lehet. A mogyorótól. A mogyorómag. A mogyorólajtól. Vagy magos vagy. Nem? Hát ja. Hát akkor szerencsés vagy. Ennyi. Hát örülj neki. Örülök is. Hát ez az, hogy a hátadon sincs soha egy rohadt semmi, hogy semmi. Kinyom. Én meg szeretek nyomkodni, vagy szeretnék, nem lehet, mert nincs mit. Na, jó van, hát köszönöm az interjút. Itt nincs mit. Szóval tinitonik havi egyszer. Tinitonik havi egyszer, igen. És szerintem tinédzser koromban is volt tinitonik. De venni kell, mert elfogyott. Tinitonik volt tinédzser koromban is. Na jó van. Az jó, ha van itthon. Oké, akkor én ezt a mai napot lezárom. Isten áldjon. Hello, szia.